Légi katasztrófa gyakorlatot tartottak egy Budapest környéki bányatónál. A résztvevő mentősök nem is tudták, hogy nem valódi légi balesethez riasztották őket. Hogy a helyzet még élethűbb legyen, vérző sebekkel borított sebesültek hevertek mindenütt. A gyakorlaton a katasztrófavédelem azt tesztelte, hogyan működnek együtt a különböző szervezetek egy vészhelyzetben. A látvány rémes, de ezúttal nem valóságos. Mintha egy zombi film elevenedett volna meg délelőtt a Budapest és Szentendre közötti bányatavak egyikénél. Véres emberek, leszakadt végtagok. Persze mindez szerencsére nem valódi. A zombik a Magyar Vöröskereszt statisztái, feladatuk, hogy egy repülőgép szerencsétlenség sérültjeit imitálják, ráadásul szakadó esőben. A gyakorlat során elsősorban az utasok, a személyzet keresése, mentése a fő feladatunk. Ezen kívül tűzoltási, műszaki mentési feladatokat is végre fogunk hajtani. A forgatókönyv szerint miután a gép eltűnik a radarernyőkről, a honvédség kutató-mentő helikoptere indul Pápáról a bajba kerültek megkeresésére. A gép meg is találta a helyszínt, és néhány kör után földet ért. Közben elindultak a mentőszolgálat autói is. Nekik fogalmuk sem volt arról, hogy gyakorlattal van dolguk. A mi szervezetünknél senki nem tudja, hogy gyakorlat zajlik, tehát abszolút élesben lesz a riasztás, ezért azt se tudom megmondani, hogy hány egység, hány személy fog ebben részt venni. És valóban néhány perc múlva az esőben ázó sérültek orvosi segítséghez jutottak, azért minden beérkező mentőautó személyzetének a helyszínen már elárulták, hogy nem éles bevetésen vannak. A statiszták ennek ellenére minden színészi képességüket bevetették, hogy tökéletesen alakítsák a súlyos sérülteket. Persze a gyakorlatot is néha az élet írja. Az egyik a forgatókönyv szerint súlyos sérülteket szállító mentőautó a felázott töltésen csapdába esett, így hamarosan a mentőket mentették. 121-es jelentkezzen. Jelentkezik a 121-es, emlékben műszaki segítséget kérnénk, elakasztunk az autóval. Aztán végül minden megoldódott, a beragadt mentősöket a tűzoltók kihúzták, a sérültek pedig a mentőautókkal és a helikopterekkel elindultak a kórház felé.